akarja kergetni a heretikeket. Hopp, na itt nagyok lesznek, igen, hát erről beszélek, hogy a Mili Synopsis még a kutyádat is megdöntheti. De ellenben Vindic Erix meg jól használja a kutyák képességeit. Igen. Mind a két kutyát sikerült megmenteni, és heretikjei is megmaradtak. És közben szerzi vissza a map kontrollt. Igen. Jön a harmadik Blood Crusher. Na, ilyet se láttam még. Most már egyre biztosabb, hogy két Venom Broodra szüksége van a Rejának. Ezt már nem tudná azért tarni flexen, még armor páncéllal se, igaz? Hát, hogyha három Blood Crusher-t rászabadítunk a Carniflex-re, akkor nem. De nem hiszem, hogy össze tud vonni három Blood Crusher-t egy Carniflex-re, főleg nem úgy, hogy a Venom Brood is ott rohankál. És az a baj, hogy a Chaos Lordjának igaz, hogy ott van a Framere, de az most már egyre kevesebbet ér. Lehet, hogy jobban járna a Hammerrel, amivel szép tudja zavarni a közelharcosokat, vagy a... Na, pontosabban a... mi az a fegyver? Igen. Ez igazából szüksége lenne a Chaos Lordnak a Blunt Weaponre. Azért, hogy szét tudja zavarni a közelharcosokat a CSM-jeitől. Mert ez egy bevett taktika, hogy a Chaos Lord közel mozog a CSM-ekhez. És ugyebár a földre nyomja ezt az effektet, amitől szétrepülnek az unitok. Ez jól jönne neki. Távolságtartás véget. Na itt van a három Blunt Crusher. Na igen, át most szépen rászabadultak a termákra. Most ez egy szép kis írtás, menekülés. Itt a Warrior most nagy bajban van, hogyha benyom egy roppantást vagy gyorsítást, nem sikerült elkapni. Ura, furcsa, hogy Vindic Erix nem használja a jól megszokott worshipet, tehát hogy ez kellene. Lehet, hogy egy kicsit most, én is tudom, hogy fogalmazzam meg, kicsit kétségbe esett játékot játszik, de mégis kontrollálja a játékot ahhoz képest. Mert tényleg egy robbantás, ugye a heretikeknek ugye a kultizmusa, és ott jön a Carniflex. Igen, végül Carniflexet hozott. Igen. De ellenben a Blood Crusher-ekkel pikmok be tudja zúzni a geneket. Bár mondjuk most már késő, mert úgy érzem, hogy Narayan, amit össze akart zedni, azt már összeszedte. Hát most arra leszek leginkább kíváncsi, hogy a Carniflex milyen fejlesztést fog kapni. Az nagyon sokat fog számítani. Valószínűleg Thornback-et kap. Avval azokat a kis férgeket is le tudja idézni, hogy neki rettentő nagy az armoruk, szóval igen, ez egy milli, ez egy milli Carniflex lesz, nincs szüksége másra, csak erre a milli Carniflexre. Ugyebár ez jó a CSM-ek ellen, a heretik ellen, a kutya ellen, és Venom Brooddal meg tudja védeni. Hát igen. De mondjuk Vindic Erix azt csinálja, amire nem számítottam, tehát hogy tényleg tudja jó, hogy együtt kell mozgatni a kutyákat. Ajaj, viszont a középső Blood Crusher bajban van. Be akar őket húzni a főház elé. Itt bajok lehetnek, a heretiknek közelebb kellene lennie sajnos. Igen. A hátsó kutya nagyon bajban van. Nagyon bajban van a hátsó kutya. Még lehet, hogy nem. Elvége van, igazad van. Elkapta a Carniflex. És között termegálott a... És meghalt CSM is. Hát ez... Blood Letter. Kell, mert borzalmas damage-et nyom, hogyha ott vannak a közelében a heretikek, akkor jó választás lehet a Carniflex ellen, ami lomha. És így képes, tehát regenerálva a Blood Letterek gyorsan bezúzzák a Carniflexet. Még Thornback-kel is. Egyébként az az érdekes, hogy még nem idézett kisférmiket a Carniflex-et, pedig azok szinte free egységek. Szerintem megvárja a megfelelő pillanatot. Egyelőre, ugyebár nincs sok gyalogos unitja kint Vindic Erixnek, tehát a két Blood Crusher-re meg nem akarja rászabadítani őket, mert azt gyorsan bezúznák. Na most a két Blood Crusher, a Blood Letter-ök és a heretikük együtt mozognak. Na most... És egyben menekülésre mert készíteni a izet, a Carniflex-et. Igen, én úgy érzem, hogy szerintem Blood Letter-ökkel be kéne teleportálni a kicsit elé. Mondjuk ott az már közel lenne a bázishoz, igen. Vindic Erixnek nagyon sok... Megint meg fogják tölni, ha nem figyel Vindic Erix. Nagyon körbevették. Az a baj, hogy Vindic Erix unitjainál nincs semmilyen fejlesztés. Alap CSM, hogyha jól látom. Igen. Igen. Nincs rajta Eternal War sem, akkor a Blood Crusher-ök rendben, de a Commandernek sincs olyan felszerelés, hogy bár kellene ide legalább egy Galaxy Burn. Akkor a Heretikeknél nincs Sergeant. Most lett kapitányok a Heretikeknek.
Akkor tévedtem, bocsánat, akkor most már van. Kell is, mert a Hereticnek nagy alacsony a HP alapból. Húha, ez veszélyes lehet. Veszélyes. Viktorra rá is megy rögtön. Igen, a blood letterekre. Azokat... Na! Ez ügyes lépés, nézzük csak ott van. Lehozza a spóra bombák, de... igen, a heretikeket tudja, hogy szét kell kerjedni. Húha! Nem, megúszták. Ez életlen jó egyébként, mert hogyha Mirája egy kicsit elveszíteni a cselekvő képességét, akkor Windicker is simán vissza tudná szerezni a map control, de Mirája abszolút ugat játékot játszik, hogy Windicker is egy kicsit, ahogy mondtam, kétségbe esett harcban is kezdett. Igen. Igen, de igen, tehát ezen kívül még a legnagyobb gond az, hogy tehát nincsenek kint a counterek, nincs kint a fejlettség sem, tehát így bajok vannak. Mondjuk most láthatjuk, hogy milyen erős a Blood Letter Worship-vel a Carnifex ellen. Igen. Már fél HP-n van. Ott lehet, hogy viszont meghal. Egy horma. Ott lehet, hogy meghal egy horma szkol. Igen, meghal. És meg is van. De nagyon szépen használja mindig elég szokikákat, szóval... Szóval a démonoknak a kezelése nagyon jó mindig Karex-el. És jön még egy Blood Letter. Nagyon ki akarja itatni a játékba azt a Carnifex-et. De nagyon spórol Mirája, és van egy olyan érzésem, hogy ebből... Hát igen, Swarmlord. Swarmlord lesz. Igazából a legnagyobb baj, hogy Windicker X-nek nincsenek meg azok a dolgai, amik ellenének a tiranit tömegpusztításához. Ugye bár a heretikek most jobban járnának, hogyha gránátosok lennének. Már robbanással, igaz, szupresszálni lehet, de nem ér semmit egy ilyen, egy ekkora fort. Tehát itt most gránátozni kellene. Kellene a Chaos Lordnak az Inferno Armor. Kellene le... Hát ide egy Noise Marine is. Ugye bár a Blaster Master fejlesztése. Tehát Supress sincs kint, kellene egy Havok is. Tehát igazából ezt így lehetne terelni most. De ugyebár ezt nem tudhatta Vindicar X az elején, ő nem számított erre. Sajnos a Hereticnek kevés a HP-je. Hát megpróbálja én is tartani a kontot, de... Ahhoz képest, hogy már alig van 50 pontja Vindicar X-nek, én mindig van hátra 8 perc a játékból. Lehet, hogy még itt egy nagyon szép fordítást láthatunk. Lehetséges, nem kizárt, mert igazából azon kívül, hogy az egységei le vannak sérülve, azon kívül még mindig itt van. Reméljük, hogy a blood letterek is megúszták itt a szélem. Tehát az a Venom Brood nagyon jó választás volt. Szinte teljesen kivonja a kutyáit a játékból, Windicarixnek. Hát igazából ezért nem értem, hogy miért a Carnifex jött. Még igazából, hogyha lenne értett két Venom Brood, akkor azzal kiiktathatta volna villám gyorsan a Blood Crushereket. Már rég nem érnének. Hát gondolom én azért nem vett két Venom Broodot, vagy a kiiktatja a két kutyát, akkor van két egység, aminek nem igazán veszi használni. Ez is lehetséges, de meg valószínűleg Windicker X-nek akkor kevesebb lenne az upkeep-je, de akkor ellenben nem is tudna akkor a nyomást gyakorolni rá. Tehát világgyorsan befoglalhatta volna a mapot. Meg ami nagyon feltűnő, amiről itt a végén most így nem beszéltünk, amit látszik, hogy Windicker X-nek nincs energiája. Megint. Semmilyen energiája, nincs már jó ideje. És még egy Carnifex jön. És itt egy kicsit el is aludt Windicker X, mert áll egy hely van a Chaos Lordja, és jön a következő Carnifex. Szerintem kezd szétesni most a mikrója. Tehát úgy érzem, hogy most nagyon arra koncentrál, hogy ez a Carnifex halljon már meg, de nem akar meghalni, mert Nerája nem ugye visszamegy vele a bázisra. És most ez a Blood Crusher is berohant a Venom Brood alá, és ott kijött a másik Carnifex, hát nem tudom. Ha még sikerül visszérni a Worship-ben Sheretichez, igen, sikerült. De ez végül nagyon bátor lépés, vissza hátrébként nem sikerült, mondom. Hát, igen. Nagyon főleg, bátor. Főleg meg fölül elvették Windicker-eknek az energiáját is. Teljesen végtelen, semmi technológia előnye nincsen Windicker-eknek, és megint spórabombák. Jaj, ne. Ez egy nagyon jó heretik gyilkos eszköz, tehát tudja, hogy spórabombákkal megfenyítheti a heretikeket. És igen, a heretikeknek valószínűleg vége is. Nem, nagyon nagy szerencséjük van. Igen, nem, elkaptalik korra. Nem, szerencséjük. Elkaptalik korra.
Igen, ez egy totális összeomlás most. Ez a Vindiker X most elvesztett nagyon sokat. Most ez nagyon sok volt. Igaz, hogy most hoz még egy Bloodletter-t, de ez szerintem, ez innentől fogva, innen nagyon nehéz felállni. És a másik Carnifex is, Thornback. Ezzel akár antilálni is lehet. Kis férgeket folyamatosan is. Mondjuk, hogyha az a terma, squad meghalt volna az előbb, akkor úgy érzem, hogy azért legalább, de mondjuk egy terma meghalt. Tehát, de nem az, hogy itt vannak a counterek, két Carnifex azért bezinteti a bloodlettereket, főleg úgy, hogy ugyebár nincs kint heretik. Most oké, hogy itt van két bloodletter, de nincs heretik. Se a bloodcrusher-öket nem most tudja, tehát se... Igen. Hát, mert még mindig él a Venom squad. Szóval a Venom Bloodok, a Warrior Bloodok, és mindig ott van az abszolút CC, a Termagad. Szóval... Hát igazából a Lictorral is nagyon bünteti, tehát mindig ott tudja jó, hogy ne lejjenek, hogy hol kell felbukkani. Tudja, hogy a CSM-jeivel foglal mindig RX, és tudja jó, hogy a Lictor ellen nincs esélye a CSM-nek. Ezért mindig sunyiba oda megy és megakadályozza a foglalást. Igazából azt nem értem, hogy miért bázispontot védett a izékkel, a Bloodletter-ökkel. Igazából az a baj, szerintem, hogy most már... itt bajok lesznek, Tyranoform. Ez betalált, ez nagyon betalált most. Hát, most... De ami betalált, ott van jobban is. Joggal kijelentetjük, hogy ebben Mirai-ja föltette a pontot az íre. Igen, de Vindik Eriksnek hála az égnek bloodletterjei vannak, amivel átmenekült a második sikről, és így megúszta a damage nagy részét. Igen. Hát így meg tudta menteni őket. De hát ezzel is, hogy visszavonulást készítette, elveszítette a középső kontrollt, majd most vissza kell jönnie és újra felállítania. Most ez így, és sikerül elüldöznie, de